Szeretnénk Önöknek megkönnyíteni azt a döntést, ami szeptembertől vár Önökre, hogy egy olyan intézménybe járassák gyermekeiket, olyan tanítók gondjaira bízzák a legféltettebb kincseiket, amely jó néhány évre azért biztonságot nyújt nem csak a gyermekeknek, hanem Önöknek is. Nádasdiné Kerekes Erzsébet intézményvezető szerint a sikerek mellett néha kudarcok is érnek bennünket, melyek kezelését meg kell tanulni. Fontosnak tartjuk, hogy kisdiákjaink először szeressenek iskolába járni, mert hiszük és valljuk, hogy csak ezután várhatjuk el tőlük, hogy szeressenek tanulni is. És nem az anyagi helyzet, nem feltétlenül az osztályzatok határozzák meg, hogy a jövőben kiből milyen ember lesz. A Balmazújvárosi Általános Iskola 3 tagintézményből áll. Az igazgató büszkén jelentette ki, hogy az intézmény szakos ellátottsága 100%-os, amely azt jelenti, hogy minden tagintézményben szaktanárok oktatják a tantárgyakat. A gyermekeket esztétikusan kialakított tantermek, modern informatikai eszközök, interaktív táblák, felszerelt fejlesztőszobák, könyvtárak és tornatermek fogadják. Bemutatkoztak a Székhely Intézmény, a Bocska István tagintézmény, valamint a Kalmár Zoltán tagintézmény leendős elsős osztályfőnökei. A Bocska István tagintézményben kiemelten foglalkoznak művészeti és nyelvoktatással. Továbbá csatlakoztak az ökoiskolai programokhoz. A Kalmár Zoltán tagintézmény nagyobb hangsúlyt fektet a matematika oktatásra, a nyelvi képzésre, valamint a sportutánpótlás nevelésre. A Székhely Intézményben már első osztálytól tanulhatnak idegen nyelvet a diákok. Emelt szintű rajzoktatás, valamint több sporttevékenység zajlik a tagintézményben. A három iskolában kiemelten figyelnek a nemzeti, a városi és iskolai ünnepségekre. Rendszeresen megemlékeznek egy-egy nagy jelentőségű eseményről. A sulikóstolgató rendezvénysorozatnak az első állomásán a szülők a leendő osztályfőnökökkel és az intézményvezetőkkel ismerkedhettek meg. Március közepén mindhárom tagintézményben nyílt napon vehetnek részt a 2019-ben ballagó óvisok és a szüleik.